Jó estét kívánok! Ez itt az Aktuális. Ma este az innovatív gondolatoké a főszerep. Pölöskei Tibor, aki az Amerikai Egyesült Államokban szerezte meg tudását, a Newton Modul és Mobilház Kft. Tulajdonosa és mobilházak építésével foglalkozik. Tekintsék meg az erről készült felvételünket! Nyaralni indultam 25 évvel ezelőtt Floridában nagyon jó barátomhoz, 3 hétre. És 3 hét nyaralásban másfél év munka lett, ugyanis a barátomnak 2 hét múlva ő fogtechnikus kint, maszek fogtechnikus, vissza kellett mennie dolgozni, mert nagyon sok ugye kuncsaftja volt, és akkor adott egy kocsit, hogy járjak az utcákat nyugodtan, ugye beletöltve GPS-be, ugye otthon, hogy mindig hazataláljak, és akkor pár utcával lejjebb építettek egy könnyű szerkezetes faházat alapjául éve ott a környéken. Megálltam, és ott megkérdeztem az úriembert, aki ott dolgozott, hogy esetleg tudna szólni a vállalkozóval, hogy tudjak-e vele beszélni. És akkor mondta, hogy itt van, tud szólni, jött a vállalkozó. Láttam, összeszedtem minden angol tudásomat, aztán ugye közben nem lett rá szükség, mert megveregette a vállamat a vállalkozó, és azt mondta, hogy jó van, lekilódja, mert én is magyar vagyok. Úgyhogy ez is egy jó történet, és akkor innen jött az egész alapjául véve. Mivel unatkoztam, elmentem hozzá dolgozni, jó pénzt kerestünk, nekem alapjául véve ács a szakmám, technikusi oklevelem és mesteri oklevelem is van. És hát akkor 3 hét nyaralásból másfél év munka lett. Nagyon jól éreztem magamat, ezt az egész technológiát, amit itt láttok a hátam mögött, ezt mindent onnan hoztam. És akkor ott kamatoztattam alapjául a tudásomat, és mikor hazajöttem, akkor ez alapjául véve még Magyarországon szinte senki se tudott semmiről, hogy könnyű szerkezetes faház, vagy modul, vagy mobilház, abszolút senki. Egyet csináltam, megmondom őszintén egy barátomnak, azóta is abba laknak, de alapjául véve mindenki hülyének nézett. Így kimentem Németországba dolgozni, ott 15 éve dolgoztunk egy cégnél, és másfél-két év után már saját vállalkozásom volt, és bedolgoztam a cégnek folyamatosan. 12 embert vittem ott kint, köztük magyart, illetve német állampolgárt. Átjöttünk Ausztriába az anyacéghez, és akkor ugyanazt ott is, ott már annyival jobb volt, hogy alapjául szinte mindig hazajártunk. De hétvégén jöttünk haza. Aztán itthon Magyarországon is elkezdett terjedni ez a módszerépítési stílus technológia. Alapítottam itthon egy céget, amit a feleségemmel viszünk ketten. És akkor most jelenállásban ebbe dolgozunk. Folyamatos megrendeléseink vannak, a munkáink 95%-ába külföldre gyártunk, de már itt is eléggé elterjedt, hál' Isten, ez a technológia. Nem annyira idegenkednek tőle az emberek, annak ellenére, hogy még összekeverik ezeket a régi használt angol, holland, esetleg ír, úgymond konténerházakat ezekkel a házikókkal. Ugye a kettőt nem igen lehet egy napra rakni, az mondjuk egy 30 éves konstrukció, ez pedig egy alapjául véve zsírúj, mai modern világnak megfelelő innovatív építkezésnek is lehet nevezni. Ugyanis ahol nem szükséges, oda nem rakunk rá magas tetőt. Ahol szükséges és tervdokumentáció kell hozzá, ugyanúgy rakunk rá magas tetőszerkezetet, illetve ugyanúgy fel lehet rá venni a csokkot, bármilyen hitelt, ugyanis ez egy rendes házikónak minősül, hogyha komplett tervdokumentáció készül róla. Annak ellenére, hogy nem a helyszínen készül, hanem alapjául véve egy műhelybe, így gyorsabban is készen vagyunk, nem vagyunk kitéve az időjárás viszontagságainak abszolút-e. Tehát itt, hogyha kint piros juliska nénik esnek az égből, akkor is lehet dolgozni. Én úgy gondolom, hogy Ausztriában, Németországban már sokkal több könnyű szerkezetes faház, illetve modul és mobilház épül, mint tégla. Magyarországon nem. Annak ellenére, hogy úgy olvastam, hogy a 15%-ával megnőtt ugye a könnyű szerkezetes modul mobil házakra az igény. Én szerintem ez abból adódik, mert olcsóbb sokkal. Ugye egy téglát, hát most, hogyha kulcsra készen veszünk, én úgy gondolom, hogy szerintem ilyen 6 és 800 ezer forint körül van négyzetmétere. 280 ezer forintért gyártjuk
négyzetméterét kulcsra készen. Most. De azt kell, hogy mondjam, sajnálatos módon olyan rohamléptekbe emelkednek a nyersanyag árak, ugye egyszerűen képtelenség követni, 15, max. 30 napra adunk egy árajánlatot, de inkább már 15. Ugyanis itt hetek alatt OSB vagy bármi olyan nyersanyag, amire nekünk szükségünk van, pikpak felmennek. Mondom, ez a vírus miatt is adódik, ugye mondjuk a gyárakban kevesebb ember tud dolgozni, ugye, hogy meglegyenek a megfelelő távolságok, akkor már érezhető, ugye magyarán mondva az ember hiány, minden, nem csak szakmákra gondolok, hanem gyárakba is, ugye. A villanyszerelőn kívül mindent megcsinálunk, mármint a cég megcsinál mindent, a vízszerelést is beleértve, de teljesen komplettan megy ki a helyszínre, fúra, csak annyi a alapjául véve úgy a tulajdonosnak a dolga, hogyha kimért a helyszínre, le van telepítve, és mondjuk nem kell rá magas tetőt építeni, hogy akkor ma aznap be tudja rakni a bútorait, illetve már este tud belakni. Most jelen állásban egy nagyon komoly tenderünk, Zalakarosra rendeltek tőlünk borházakat, illetve büféket, 16 darabot a főtérre. Most jelen állásban 4 megy le, és utána még az összes többi. Akkor vannak komoly megrendeléseink külföldről, például Horvátországban most van egy úriember, egy befektető, aki 46 darabot szeretne. Ugye Horvátországban tengerparti üdültetés elég komoly iparág. Franciaországból keresett meg minket alapjául véve egy befektető úriember, aki nem annak a célnak, de mikor a Forma 1 van, akkor a Forma 1-es pilóták is ebbe vannak alapjául éve, amelyik szeretne ugye elszállásolva. Tehát itt alszanak, azon a pár nap alatt, de alapjául éve ezek a monakói Rivierára készültek, és ott is turisztikai szemszögből nézve rendes turistáknak vannak kiadva ilyen exkluzív kis házikók, ahol már kicsit föl lett turbosítva a dolog, mert jacuzzi tartozik hozzá, akkor külön szauna, ez egy ilyen zárt rendszer, ahol ugye lelettek telepítve ezek a házikók. Ha a talaj összetétele megengedi, akkor 160 cm-es csavarra van helyezve a ház. Persze statikailag ki van számolva, hogy mondjuk ez az épület alá mennyit kell rakni, ezt egy statikus ugye megmondja, milyen távolságban és hogyan. 20 cm-re a földtől, ugye, hogy szellőzzön a háznak az alja. És bizony, hogyha esetleg ugye mondjuk az úriember, vagy bár egy család mondjuk a győri Audiba kapna munka lehetőséget, és ők úgy döntenek, hogy most elmennek innen Csabáról Győrbe, de viszont szeretnék vinni a házat, akkor ott alapjául véve csak egy területet kéne megvenni, mert ezt a házat, amit mondjuk ők szeretnek, és azt nem akarják eladni, akkor azt el tudják vinni magukkal. Így van, mondjuk bármelyiket. Csak annyi, hogy ugye a helyszínre kell egy daru, akkor egy kamion, a kamionra fő van helyezve, és ugyanaz a sztori jön, mint Amerikába. Szögbelül pisztolyokkal rakjuk össze magát a szerkezetet, ami szinte úgymond a külső falrendszernél bonthatatlan, a belsőnél ugye csavarral, hogyha esetleg valaki szeretné mozgatni a válaszfalakat, akkor azt tudja rakni jobbra-balra, hogyha majd esetleg később szeretné odébb vinni. A nyilázárok ugye azok műanyagok, de lehet kérni akár fát is, de általában műanyag mellett dönt mindenki. Én úgy gondolom, hogy annyira nem szeretnék felfele menni, inkább egy stabil létszámot, illetve egy megrendelés hozamot szeretnék úgymond elérni, amit már szerintem lazán elértünk. Nem biztos, hogy többre vagyunk képesek, maximum csak akkor, hogyha több emberre dolgozunk, de ugye mivel hogy nagy a hiány, és én nem mindegy, hogy milyen embert jön be a csapatba, így úgy gondolom, hogy most jelen állásban éves szinten ilyen 30-40 házikót tudunk elkészíteni kulcsakészen. Mellette, hogyha esetleg még beesnek olyanok, akik nem kulcsakészen, ugye válunk csak szerkezetépítést is, és a többit majd esetleg a tulajdonos megcsinálja, vagy ottani szakikkal összehozza, az még be tud esni, de jelen állásban többre nem vagyunk képesek.
Ez volt az aktuális. Holnap ugyanebben az időpontban várjuk Önöket magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!